Mágneses tér erőhatást tejt ki az iránykűre. Örsted 1820-ban fedezte fel, hogy az elektromos áram maga körül mágneses teret kelt, amely erőt gyakorol a közelébe helyezett iránytűre. Kiindulásként helyezzünk el egy egyenes vezetőt észak-dél irányban. Kössük a vezetőt egyenáramú tápegységhez. Ha az egyenes vezetőn áramot bocsátunk át, a vezető alatt elhelyezett iránytű kitér az észak-dél irányból. Ha az áram irányát megfordítjuk, az iránytű kitérése ellentétes lesz. Ismételjük meg a kísérletet még egyszer. Figyeljük meg az árammérő műszer előjelváltását, ha az áramirányát megfordítjuk. A mágnestű igyekszik beállni az eredő mágneses tér irányába. Az áram kikapcsolása után ismét felveszi a földmágnesség észak-dél irányát. Helyezzük el az iránytűt a vezeték felett. Az előző áramirányok mellett az iránytű kitérése épp ellenkező értelmű lesz. Ismételjük meg a kísérletet még egyszer.
Figyeljük meg az árammérő műszer előjelváltását, mikor az áram irányát megfordítjuk. Adott áramiránynál, tehát a vezető alatt és felett, a mágneses indukció iránya ellentétes.